Valami, ami volt, ami elveszett, de emberségünkben ott él, ezen elveszett kincs utáni vágyunk, és talán karácsonykor, a karácsonyi misztériumban, titokban érezzük át leginkább, hogy milyen jó lenne, ha ez a világ olyan lenne, amikor nincs benne rossz, nincs benne bűn, nincs benne gyarlóság, nincs benne háború, nincs benne nyomorúság, nincs benne betegség, hanem béke, harmónia és szeretet. A karácsony titka abban áll, hogy az Úristen szeretetében kimondja magát, és felveszi a mi emberi természetünket, ahogy a János apostol az evangélium prológusában mondja, az ige testé lesz. Újra megjelenik a földön a bűntelen ember, akiben nincs rosszra való hajlam, azért, hogy emberi természetünket újjáteremtse, újjáalkossa, és ezáltal visszavezesse abba az állapotába, az örömnek, a békének, a harmóniának, abba az állapotába, amelyre a Jóisten őt szánta és teremtette. Jézus Krisztus születése az üdvösség történetének, az ember Isten felé való menetelésének egy kimagasló eseménye. A Római Birodalom Augustus császár rendelete alapján mintegy előkészíti azt a természetes keretet a megváltó eljöveteléhez, hogy beteljesedjenek a prófétai jövendőlések, hogy Betlehemben szülessék meg, mert a próféta azt írja, te Betlehem Júda földje, nem vagy a legkisebb a városok közül, mert belőled származik majd a fejedelem. József és Mária engedelmeskedik a császári parancsnak, és elmegy abba a városba, ahonnan ő származik. Ők Ábrahám egyszerű hitében élnek, és készek a felhívásnak engedelmeskedni. Mi magunk, itt, most, ebben a mai világban élő emberek számára a Jóisten felkínálja a felhívásban, a meghívásban azt a lehetőséget, hogy jöjj közelebb hozzám, szeretnélek megismerni, szeretném, hogyha velem járnál, ha velem élnél, hogyha hozzám tartoznál. Teljesen egyszerű módon a hétköznapi ember tiszta szándékával és szeretetével. Az embernek akkor lesz öröme, boldogsága, és akkor lesz teljes az élete, hogyha rátalál a szeretet forrására. És a szeretet forrása nem más, mint maga az Úristen, aki őt életre hívta. Ha a szeretet forrására rátalál és belőle táplálkozik, akkor az ember megnyilvánulásaiban, gondolataiban, cselekedeteiben, egész életében ennek a szeretetnek lesz közvetítője, annak a békességnek lesz a hordozója és továbbadója, amelyet lelkében, ahogyan mondjuk, a kegyelem szüntelenül megteremt az Isten irgalmából és ajándékozó szeretetéből. Ezért szoktuk mondani, hogy a szeretet és a békesség az a lelki állapot, amely lelki állapotból minden jó akaratú ember örömben, megelégedettségben és boldogságban él. Ezután vágyódik az emberi szív.